Nem látszik enyhülni az orosz-ukrán konfliktus, emiatt pedig a korábban elrendelt gazdasági szankciók szigorítása, pontosabban az embargó rendszer kiszélesítése várható, ezzel folytatjuk. Az Unió 2014 márciusa óta több lépésben korlátozó intézkedéseket vezetett be Oroszországgal szemben. Az intézkedésekre a Krím jogellenes annektálására és Ukrajna szándékos destabilizációjára válaszul került sor. Az EU különféle típusú korlátozó intézkedéseket alkalmazott, de mindközül a gazdasági szankciók a legfájóbbak mindkét félnek. A nyugati büntető intézkedések miatt ugyanis Oroszország 2014 augusztusában embargót vezetett be a marhahús, a sertéshús, a gyümölcs és zöldségtermékek, valamint a baromfi, a hal, a sajt, a tej és a tejtermékek Európai Unióból, az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából és Norvégiából történő behozatalára. Annak ellenére, hogy az Oroszország elleni szankciók nem járultak hozzá a Minszki megállapodás betartásához, szakemberek szerint az embargórendszer kiszélesítését tervezi az Európai Unió. Budai Gyula, a külügyminisztérium, külgazdaság és külügyminisztérium miniszteri biztosa itthon a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Pici pontatlanság itt volt, ugye, hogy a szankciót az Európai Unió rendeli el, az embargót pedig Oroszország. Igen, tehát az Európai Unió az orosz-ukrán politikai konfliktusra hivatkozva gazdasági intézkedéseket vezetett be Oroszországgal szemben. Ezek voltak a szankciók, amire válaszlépésként jött 2014. szeptemberében az Oroszország által elrendelt embargó az Európai Uniós agrártermékekre. Okay. Tehát így pontos ennek az egész helyzetnek a megítélése. Ugye a magyar termelőket, például mezőgazdasági termelőket nagyon rosszul érintette ez az embargó, de hát a szankciók sem használtak a beszállítókon keresztül. Valóban várható? Hogy mi utal arra, hogy valóban a szankciók kiszélesítése várható? Nagyon jó, ha beszélünk arról, hogy amióta az oroszok embargót vezettek be az Európai Uniós agrártermékek irányában, közel 8 milliárd dollár veszteség érte Magyarországot. Ez egy óriási nagy összeg, és most arra készül Oroszország, a mi információink szerint, és ezek már nem csak információk, hanem az orosz szövetségi vámhatóság vizsgálja azokat a vámtarifa számokat, amely alapján az utolsó kaput is bezárják mind a magyar, mind az európai agrártermékek előtt Oroszországban. És hogyha ez igaz, akkor lényegében mind az uniós, mind pedig a magyar agrárexport lényegében nullára fut ki Oroszországgal szemben. És ez volt az utolsó, hogy így mondjam, szalmaszál, ami összekötötte Magyarországot Oroszországgal, és egyébként ez egy nagyon jól prosperáló dolog volt, mert 2018-ban ez több mint 70 millió euró volt, tehát olyan 21 milliárd forintnak megfelelő agrárexportot tudtunk. Az Európai Uniós szankciók, illetve az orosz embargó ellenére Oroszország irányába biztosítani. Azáltal, hogy Oroszország meghozta ezt a döntést, és én úgy gondolom, hogy itt már sok hezitálásnak nincs oka, mert ebben a kérdésben, amennyiben a mezőgazdasági minisztérium elfogadja a vámhatóság által kezdeményezett vámtarifa számok módosítását, úgy az orosz parlament döntése lesz a végső szó ebben a kérdésben, és szerintem teljesen egyértelmű, hogy Oroszország ezt a lépést meg fogja hozni, és lényegében bekövetkezett az, amiről én itt az elmúlt 4 évben, amikor Európai Uniós szankciókról és embargóról beszéltem, hogy lényegében Oroszország eljutott egy olyan stádiumban, hogy valamennyi agrártermék vonatkozásában 90-100%-ban önellátóvá vált, fölépítettek egy belső piacot. Az orosz agrártermelők... Magyarul, hogyha esetleg a szankciók véget érnek, hiszen azt mondják az Európai Unió vezetői, hogy ez csak ideiglenes, akkor már nem lesz hova visszatérni a magyar termékeknek? Nagyon jól látja a kérdést. Nem csak a magyar, hanem az Európai Uniós agrárcégeknek, agrártermelőknek. A lengyel almatermelőknek. Nem lesz piaca, mert az orosz termelők úgy megszervezték a piacot, hogy olyan ár arányok alakultak ki, amely árarányokkal a sokkal drágábban termelő, vagy sokkal drágábban előállított termékeket az Európai Uniós tagállamok termelői már nem tudják visszavinni. Aztán van egy érdekes dolog, ugye a rubel állandóan ingadozik, folyamatosan értékelik le a rubelt, ezáltal
az orosz termelők versenyképessé válnak, és innentől kezdve nem behoznak, hanem kivisznek. Oroszország például baromfiból már jelentős mértékben kivisz, ellátja Törökországot és a környező országokat, és ne felejtsük el, hogy a búzában a világ legnagyobb exportőre Oroszország, tehát a búzárakat ő határozza meg. Tehát én azt gondolom, hogy teljes mértékben az a tézis, amit én itt többször elmondtam, hogy az Európai Unió öngolt rúgott, amikor egy politikai konfliktust gazdasági kérdések vonatkozásával próbált megoldani, az beigazolódott, és Oroszország lényegében elvágta azt a köldökzsinort, amely Európához kötötte az agrártermékek vonatkozásában. Magyarországon egyértelműen a mezőgazdaság szenvedte el a legnagyobb károkat? Milyen más ágazatokat érintett? Hát én azt gondolom, hogy ugye az Európai Unió szankciók az inkább gazdasági jellegű szankciók voltak, ugye erre jött az orosz embargó, ami agrár. Tehát ha kevesebb, tehát, nem tudom. Ugye informatikai, bankszektor, haditechnika, amiben nekünk nem volt olyan nagy mozgásterünk Oroszország vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy nem a magyar informatikai cégek látták el informatikai technikával Oroszországot, nem Magyarország látta el haditechnikával. Mi agráriumban voltunk erősek. Ráadásul, amikor az Európai Unió a szankciós politikát meghirdette, és ugye, mint mi EU tagállam, lényegében tudomásul vettük, és mi is támogattuk, miközben mindig azt mondtuk, hogy ezt felül kéne vizsgálni, és nem úgy kéne felülvizsgálni, hogy az Európai Unió bürokratái sokszor eldöntötték, hogy középszinten hoznak egy döntést, és az kötelező a tagállamokra. Mi többször mondtuk, hogy a miniszterelnökök ezt a kérdést vitassák meg az Európai Tanácsban. Az Európai Unió ezt mindig lesöpörte. Tehát én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak nem csak a migráció kérdésében nincs világos víziója, hanem nincs Oroszország politikája sem, és ez az orosz döntés most teljesen egyértelműen azt igazolja, hogy Oroszország önellátóvá lett agrárium vonatkozásában, és Oroszország egy teljesen más fejlődési úton indult el. Én ott voltam 2016-ban a Szentpétervári Gazdasági Fórumon, amikor Putyin elnök egyébként ezt a önellátás politikáját, illetőleg az import helyettesítés politikáját meghirdette. Úgy látom, hogy ez nem kellett az oroszoknak 10 év, hanem 3 év alatt megvalósította. De közben a küszöbön van a Brexit, a britek kilépése, amely főleg egy rendezetlen kilépés, hát nagyon nehéz helyzetet okozhat. Most ezt még súlyosbíthatja ezt az orosz embargó miatti helyzetet? Én azt próbálom érzékeltetni, hogy a Brexit önmagában és az uniós szankciók és az embargó óriási hatással vannak az európai agráriumra. Külön-külön. Hogyha ez a kettő egybeér, és össze fog adódni, mert a Brexit itt van a nyakunkon, az oroszok már döntöttek ebben a kérdésben, és hamarosan meg is szavazzák, és elnöki rendelettel hatályba fogják léptetni. Ha ez a kettő összeér, az azt gondolom, hogy az európai agráriumnak egy óriási gyomros lesz, és egy óriási mélyütés, és nem látom, azt sem látom, hogy a Brexitet hogy fogja kezelni az Európai Unió. Ugye semmi elképzelés nincs. Az Európai Uniónak a brit piac egy óriási felvevő piaca volt a mezőgazdasági termékekben. Hogyha a britek kilépnek, akkor már nem vámmentesen lehet szállítani, lényegesen megrágulnak a termékek. Oroszországban már nem tudunk visszatérni. Mi lesz ezzel az óriási mennyiségű megtermelt agráripari termékkel, akár élelmiszeripari, akár mezőgazdasági gépekkel? Mi lesz vele? Hova fogjuk elhelyezni? Mit tud tenni még Magyarország, akár bilaterális tárgyalások terén, akár az Unióval kapcsolatban? Verjük a vészharangot, kongatjuk a vészharangot? Én azt gondolom, hogy mi időben léptünk ebben a kérdésben, és mi megtaláltuk azokat a nagyon jól működő ázsiai távol-keleti piacokat, ahol nagyon jól sikerült promotálni azokat a magyar agrártermékeket, amik az orosz piacról kizorultak. Persze, hogy ne legyen kerek a történet, a tavaly kirobbant afrikai sertéspest is, az egyik legnagyobb exporttermékünket, a sertéshús és a mangalicát, amiben a távol-keleten, Japán, Dél-Korea, Kínában toronymagasan hasítottunk, az most visszavetette. És ez a,
hogy mondjam, a szegény embert még az ág is húzza. Tehát most sok-sok minden összejött, de azért nem adjuk föl, természetesen megyünk előre. Én hamarosan fölkeresem ezt a három legnagyobb országot, Japánt, Kínát és Dél-Koreát, és megpróbálunk egy olyan megállapodást tető alá hozni, mint ami a baromfi influenza miatt volt, hogy regionalizáljuk azokat a területeket, tehát ahol nincs afrikai sertéspest is, onnan tudjunk beszállítani terméket az adott országokba. Budai Gyula, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.